Most pedig Osváthoz kerül ki a labda jobb oldalra. Könyves. Be tudja még adni, és egy öngóllal szerez vezetést a Paksi FC. 3 perc, 43 másodperc kellett mindössze hozzá. Egy nagyon szerencsétlen érintés. Talán Stefanos Evangelu volt az, aki a saját kapujába juttatta a labdát. Könyves harcossága, lefordulása és keményen erősek középre lőtt labdája hozza meg a gólt. Kosaras mozdulattal ünnepel két napja a két város kosárlabda csapatai is összecsaptak a bajnokságban. Itt Pakson a 90-88-as hazai győzelem született. Itt most 1-0, és valóban a görög légiós Evangelu rúgja saját kapujába a labdát. Tehát ezt még Dombó sem védhette. Túloldalról Haraszti, és a hosszúra jön. Ott van még a labda, Lenzsér, nincs meg a második. Mezei. Földön tartja, Könyvesnek adja, 11-es. De érzésem szerint, aki szabálytalankodott vele, az az, aki előtte volt. Bizony. Szendrei. És Dombó kivédi a 11-est. Evangelu. Negyes. Így kerül Könyveshez, Haraszti lövése, kapu mellé. Osváth. Könyves. Kicsiben, Haraszti, vissza, Könyves. Megkapja harmadszor is. Könyves gól! Történik is valami ebben a fél percben. Ez aztán tripla húsz a javából. Egy kiváló adogatás, finom kis körömpasszokkal jut előre a Paks. És Könyves mindenkitől visszakapja a labdát. Gólpaszt jegyez az öngólnál, kihagyott egy 11-est, most pedig maga is eredményes. Első érintésből, itt egy átvétel után ütemtelenül jobb elsővel rúgja el a védők lába között. Kis meg kell mozgatni a időnként a tagjait, mert ezen a meccsen a védéseire nem nagyon van szükség. Talán majd most, Mance. Lelassul, Gruber gól! Most lett volna szükség. Szépít az Alegerszeg. Mance be tudott gyötörni középre egy labdát. Gruber pedig góllal mutatkozik be az Ete Kölcsön játékosaként. Nem nagyon volt eddig veszélyes a kapura. Gruber zsombor. Itt Sallóit láthatjuk. De most, amikor először kerül oda a kapu elé, nem hibázza el. Megpattant egy Paksi lábon, így lett jó a beadás. Vas Gábor lábáról perdült oda Gruber elé. Haraszti. Pap, jó pördítés, lent pattan a labda, Könyves! Megint kettővel vezet a házigazda. Már Pap Kristóf perdítése is gólt érdemelhetett volna. De a kapufa még kisegítette Dombót. Könyves viszont közvetlen közelről nem hibázott. Egy gólpassz és már két gól Könyves Norbert neve mellett. Elcsúszik a védője és ő ér oda a leghamarabb. Utoljára még az őszi elsőségről döntő mérkőzésen. Decemberben szerzett 3 gólt egy meccsen a Paks. Most majdnem megvan a negyedik is. Könyves. Pap. Azért ebből a harmadik gólból Papnak elévülhetetlen érdemei vannak. Tóth Dombó. Nagyon szép szóló. Croazé kapja. Ott lehet a változás. Croazé. Hát elég komoly változás ez így. Első labda érintéséből fantasztikus gólt rúgott. Cserélni tudni kell. Mondhatja Márton Gábor. Az előretörő Mím, aki szintén csereként lépett a pályára még a félidőben, egy hihetetlen szóló után Croazé elé kínálja a labdát. És a francia gyönyörűen felhelyezi a bal felsőbe. Két cserejátékos góljával tehát megint
felkapaszkodik az Alegerszeg. Mehet tovább. Mance. Szappanos, átpattan fölötte a labda, Mance kiegyenlít az Alegerszeg. Hát ez hogy történt meg? Azt gondolom, a Paksi pálya talaja csapta be Szapparos Pétert. Jó ütemben jött, lépés előnyben volt, és ő maga sem érte, hogy itt mi történhetett. Elkerekedett szemmel, csodálkozó arccal Szappanos. Les nincs, jó ütemben jön, és ennek az övének kellett volna lennie, de hát nagyon csúnyán pórul járt. Óriási göröngyön bukkan fel a labda. Hán Cseniel. Beközépre, Böde érkezik, kapu mellé. Balog. Bödét látta meg. Jó a labda átvétel, Böde, még egy ebbenje, Bödelő, ez is mellé. Szabó teszi maga elé, jó a cselei, Szabó, kapu fölé. Szélpál. Osvát. Böde, a golba tartó labdát, Evangelu fejeli ki. Kroazé, labdát szerez. Tisztára játsza magát. Kroazé megpattan, és becsúszik! Becsúszik a 91. percben! Megfordítja az Alegerszeg! Szapparossal mi történik ma? Egészen elképesztő! Haraszti Zsolt és Sallói István, ők se nagyon láttak még ilyet, pedig hát elég régóta tevékenykednek a futballban. Egy talajon megpattanó labda után egy védőlábon megpattanó labda is becsapja Szappanost. Kroazé küzd meg érte, és becsúszik a kapus kezei, lábai között a szélpárról levágódó, egyébként valahol a sarok zászló felé tartott volna a lövés. Még egyszer körbejáratja a Paks, lassan a 94. percnek is vége. Szabó középre, Pap, lecsorog, paplövés, kapu mellé!